Sziasztok, Ivet vagyok, és ez itt a Csivetka videóblog. Úristen! Karen, Doris, Melissa, vagy éppen hívjuk Aladárnak, Bélának, Lajosnak és Ottónak. Megnézte az Insta sztorimat. Ez biztos, hogy jelenthet valamit. Lehet, hogy szerelmes felém. Lehet, hogy csak én kellek neki. Lehet, hogy igazából nem mer rám ilyeni. Lehet, hogy mégiscsak fontos vagyok neki. Lehet, hogy el akarja nevezni az új kiskutyámat. Bárit megtehetne. Mindannyian jártunk már itt, amikor látunk bizonyos embereket, mondjuk a kiszemeltjeinket, megnézni az Insta sztoriainkat, és azon gondolkodtunk, hogy vajon ez most jelent valamit, vagy nem. Pont egy ilyen fázisomban megkérdeztem Árit, egy kedves fiúbarátomat, aki azt mondta, és ebben egyetértettünk, hogy mind a ketten úgy vagyunk vele, hogyha igazán érdeklődünk valaki iránt, akkor megnézzük az Insta posztját. Hogyha valaki annyira nem érdekel, akkor nem nézzük meg az Insta posztját. Hogyha igazán érdeklődünk valaki iránt, akkor lájkoljuk a Facebook képét vagy az Insta posztját, vagy nem. Egyébként arra jutottunk, hogy az, hogyha valaki megnéz valamit, magunkból kiindulva, bizonyára valamilyen szintű érdeklődést jelent, vagy legalábbis ott vagyunk a kis agyunkban. Aztán így a minap rátaláltam egy cikkre az Elitélin, és aztán történt egy bizonyos eset, ami feltette erre az egész íre a pontot. Az konkrétan ma reggel volt egy szintén kedves fiúbarátommal Gergővel, aki nem mellesleg a kollégám is, hogy azzal köszöntött engem a hosszú hétvége után, hogy láttam, hogy buli volt nálatok, tök jók a képek. Elmeséltem, hogy mi volt a hétvégén, elmeséltem, hogy mi volt a buliban, kitértünk a magassarkunkra, és kérdeztem, hogy ugye tudod, az a magassarkú, ami rajtam volt. És akkor így, hát ő magassarkú, mondom, Gergő. Te nézted meg az Insta sztorimat, és te hoztad szóba ezt az egészet. Hát igen, de nem is tudom, megnéztem, de hát a faszom sem emlékszik már rá. És akkor vált világossá, hogy az, hogyha kiszemelted, megnézi az Insta sztoridat, lájkolja az Insta vagy a Facebook képedet, az az égvilágon nem jelent semmit. Gergő ugyanis így napi szinten kapcsolatban van velem, és így követjük egymás életét, és tök ilyen testvéri viszonyban állunk egymással, és úgymond törődünk egymással, de hogyha arra nem emlékszik, hogy megnézte az Insta posztomat, és milyen magas sarkú volt rajtam, ami igazából eléggé férfi vonás, akkor valószínűleg az a fuckboy, akinek a 10. vagyok a to-do listáján és a 22. a waiting listáján, az bizonyára nem fog emlékezni arra sem, hogy mi a nevem. Na most ez igazából úgy megy a gyakorlatban is, most mindenféle szürke köd nélkül beszélek, hogy rámész, vagyis az a srác, aki eredetileg téged érdekel, de a srác nem ír rád, és így elkezdesz gondolkodni rajta, hogy vajon miért, mert biztos, hogy nem mer, vagy mert valami, nem. A srác, aki nem ír rád, az nem érdeklődik irántad, és a srác, aki nem érdeklődik irántad, és megnézi az Insta posztodat, az éppen arra nem veszi a fáradtságot, hogy tovább lapozzon. Mert igazából az nagyobb előfeszítésbe telne neki, hogy kinyomja és tovább menjen, vagy csak így rá pötyögjön, mert az is lehet, hogy rá pötyög, és akkor kijelzi, hogy megnézte és kész, mint az, hogy ja, ne nézze meg. Tehát így mindig fogja akkor is nézni, mert látjátok, nekem is itt van egy csomó emberke. És hogyha valakinek ez a hobbija, hogy így ránéz és megnézi, mert igazából mindegyik csaj érdekli, vagy mindegyik csaj ment túlnál, vagy így értitek, hogyha ezekkel a fejekkel gondolkodunk, akkor így... Tehát az, hogy most a 10. posztodat is megnézte, mert van ilyen, az most lehet, hogy éppen csak azt jelenti, hogy pontosan te jöttél a sorba, ő gyorsan tovább teppelt, és így köszönjük szépen viszontlátásra, aztán azt se tudja már, hogy hol jár, vagy hogy ez kicsoda, vagy hogy ennek mi a neve, és... Röviden összefoglalva és levonva a következtetést erről a videóról és arról a gondolatról, amit így elindítottam és úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó videótéma lenne. Az, hogyha valaki megnézi az Insta posztodat, az nem jelent az égvilágon semmit, ugyanis az, aki őszintén érdeklődik irántad, az rád ír, az megkérdezi, hogy vagy, az élőben akar találkozni veled, és lehet, hogy annak pont nem lesz ideje, vagy türelme végignézni az Insta posztokat, köztük a tiédet is, de hát az szerintem nem jelent az égvilágon semmit, mint ahogy az sem, hogy megnézi. Remélem, hogy tetszett a mai videó, és ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, remélem, hogy hasznosnak találtátok. Hogyha azt is találjátok, akkor duplán lájkoljátok, bár ezt nem lehet. Na, mindegy.
Hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor mindenképpen tegyétek meg, kövessetek engem Instagramon, Facebookon és Pinteresten, mert hogyha itt nem posztolok, akkor azon három felület van, amelyek én biztosan fogok. Az utóbbi időben kicsit eltűntem, mert anyukám itthon van Németországból, volt nálam Pesten, én voltam otthon vidéken. Láttátok az Insta posztjaimat már, aki megnézte, hogy volt nálunk egy kis buli a hétvégén, és azzal telt az egész hétvége, hogy buliztam, aztán kipihentem a buli fáradalmait. Az utóbbi időben egyébként szépítgettem a szobámat, új világítás után kutatok, mert eléggé gagyi, ami most van, és ilyen aprócska változtatásokat próbálok beütemezni a mindennapokban, és próbálok a háttérben is ügyködni, attól, hogy ti nem látjátok. Mindenképpen tartsatok velem legközelebb is, mert továbbra is nagyon jó ötletekkel jövök, az ígéreteimet pedig mit igyekszem betartani, bár egy kicsit várok majd magára. Imádlak titeket, nem sokára találkozunk. Sziasztok!